A Mandoki kastély 1750-ben épült, az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott állapotba került, mondta beszédében a felújítást végző vállalkozó. A korszerűsítésnél elsődleges szempont volt, hogy a kastély eredeti hangulatát megőrizzék, nehézséget okozott viszont, hogy az épület műemlék és természetvédelmi területen áll. A kastélyban 12 szobát alakítottak ki, így jelenleg 24 férőhelyes. Én azt gondolom, hogy aki itt járt a 90-es években, akkor itt egy a szocializmus lenyomatát látta ebbe a kastélyba. Leégett, rossz használat, mindenki azt gondolta, hogy ez már soha nem lesz igazán forkált kastély. És jött egy magyar vállalkozó, aki úgy gondolta, hogy ő megálmodott itt valamit. És ennek egy nagyon jó példáját látjuk most, hiszen egy wellness is kiegészült szállodai szolgáltatásra alkalmas, megújult gyönyörű kastélyt látunk. A felújításhoz még 2012-ben nyert pályázati támogatást a beruházó cég. A 702 millió forintos fejlesztéshez 421 millió forint Európai Uniós támogatást kaptak. Az átadó ünnepségen elhangzott, ebben a régióban nem volt eddig ilyen magas színvonalú szálláshely, így az a térség fellendüléséhez is nagyban hozzájárul majd. A megyében ha csak a megyei kitekintést nézzük, a legimpozásabb kastély, de országos szinten is elmondható, hogy a, az első háromba benne van, és hogyha bővítjük a kört, akár nemzetközi szinten is megállja a helyét. Voltak már itt, ahogy a tulajdonos tájékoztatott olyan ehhez értő szakemberek, akik azt mondták, hogy európai szinten is egy olyan kastély, amire nem csak ő lehet büszke, mint tulajdonos, hanem általában a térségben élő emberek is büszkék lehetnek. A kastély 13 főnek biztosít munkahelyet, elsősorban mándoki lakosok dolgoznak ezen túl a felújított szálláshelyen.